A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, június 4-én megváltozik megyénk neve Csongrád-Csanád megyére. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, június 4-én megváltozik megyénk neve Csongrád-Csanád megyére. Napjaink Csongrád megyéjének délkeleti egysége az egykori, 1030-ban alapított Csanád vármegye két délnyugati járása volt korábban. Lázár János, országgyűlési képviselő indítványára 70 év után megyénk neve a Csanád identitást is őrzi majd. Csongrád megye 1950 óta működik, amely közigazgatási határai között. A kommunista diktatúra kiépítésének egyik utolsó fázisaként ugyanis Rákosi Mátyás és pártállam felszámolta a hagyományos magyar önkormányzatiságot és annak történelmi szerveit, köztük a vármegyerendszert, helyette pedig a szovjet mintájú tanácsrendszert vezette be. Ekkor alakult ki tehát a mai Csongrád megye. Három egykori történelmi vármegye entitásából áll. A 11. században Szent István által alapított Csongrád vármegye és Csanád vármegye, valamint a 13. században szerződött Torontál vármegye területének kisebb-nagyobb része terül el megyénk jelenlegi határai között. Foglalta össze Miklós Péter történész, aki 2017-ben a megyei közgyűlés tagjaként terjesztette elő a névváltozás anyagát. Ezen vármegyék, mint közigazgatási egységek, a török megszállás időszakában elenyésztek, és csak a 18. században, már a Habsburg adminisztráció idején szervezték őket újjá. Csongrád vármegye 1723-ban, Csanád vármegye 1730-ban, Torontál vármegye 1779-ben tartotta meg az újjáalakulást követő első közgyűlést. A polgári korszak közigazgatási és vármegyei rendszerének szabályozása után Csongrád vármegye székhelye Szentes, Csanád vármegye központja Makó, Torontál vármegye székhelye Nagybecskerek volt. Csanád vármegye területét a trianoni békediktátum befolyásolta. 1923-ban a Trianon által Magyarországtól elszakított Arad és Torontál vármegye egy-egy kisebb, hazánk területén maradt sávját hozzácsatolták, ezzel létrehozva Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyenlőre egyesített vármegyét. 1945-ben azonban a nevét megváltoztatták, ismét Csanád vármegye lett. A baloldali Nemzeti Parasztpárt színeiben politizáló, valójában titkos kommunista pártag, Erdei Ferenc belügyminiszter ugyanis rendeletben szüntette meg a közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye elnevezést, mivel azt revizionistának minősítette. Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrádnak nevezték megyénket, a csanádi részen élők ma is igyekeznek őrizni csanádi identitásukat. Az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 után az ország közepéből a szélévé vált. Az országhatárt megváltoztató erőszakos trianon diktátum következményeként, mondta Juhász Tünde, kormány megbízott. Az országgyűlés Lázár János országgyűlési képviselő indítványára ellenszavazat nélkül még 2017-ben fogadta el, hogy 2020. június 4-től a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójától megyénk Csongrád-Csanád megye lesz. Büszkén viselheti megyénk immár Csongrád mellett Csanád nevét is, amely mindenképpen eszmély értékkel bír. Hiszem, hogy legalább ilyen jelképes orvosságra minden magyar lelkének szükség lenne. Jegyezte meg. Hozzátéve, másrésztről az 1000 éves magyar közigazgatás fontos egysége, a legrégebbi vármegyénk Csanád neve így módon a 3. évezredben is tovább él, őrizve múltunkat, örökségünket. A névváltozással kapcsolatban a megyénkben élőknek nincs teendőjük, hiszen a személyes okmányok országosan egységesek, hangsúlyozta dr. Juhász Tünde. Gémes László, a Csongrád megyei önkormányzat elnöke úgy vélte, az ország megyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes mértékben a történelmi Magyarország vármegyéinek az ország területén meglévő örökségét. A június 4-i névváltozás alkalmából pedig a megyei önkormányzat emlékérmet készítetett. Az érme előlapján oldalán Csongrád-Csanád megye címere, míg a hátoldalán a két megye nevével ellátott pajzs, a megye határvonala, valamint a jelenlegi és a korábbi megyeszékhelyek láthatóak. Tasi Beatrix önismereti trénert kérdeztük a koronavírus idején családi körben, párkapcsolatokban kialakuló problémákról. Mi történhet veled és kapcsolataiddal a bezártság alatt a koronavírus idején? Erről kérdezzük Tasi Beatrix önismereti trénert. Először is köszöntöm önt. Pontosan mit is tudhatunk arról, hogy az emberi kapcsolatok
kapcsolatokat hogyan is lehet fejleszteni, vagy építeni így a bezártság idején? Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Elég nehéz téma ez, én úgy gondolom, és azt is gondolom, hogy nem is túl könnyű építeni és fejleszteni ebben az időszakban önmagunkat, bár nyilvánvalóan ez a célja ennek a folyamatnak, hogy valami változást érjünk el az életünkkel, ha már ilyen helyzetbe kerültünk, hiszen azért a koronavírus járvány idején, mikor be kell zárkoznunk a négy fal közé, és akár egy városban élünk, és még egy kertünk sincs, akkor bizony ez egy nagyon komoly pszichés kihívást jelent mindenkinek. Igazából ebben az esetben nem is a vírus jelenti a legnagyobb problémát vagy nehézséget az emberek számára, hanem mindaz, amit megélnek ebben a bezártságban, illetve az a gondolati állapot, amivel ilyenkor találkoznak. És ezért ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi zajlik bennünk, mert csak ezáltal van rá lehetőségünk, hogy változtassunk, vagy tegyünk valami ellen, amivel csak akkor tudunk megbirkózni, hogyha észrevesztük a folyamatokat. Hogy ne savanyodjunk be, hogy ne okozzunk magunknak és másoknak is fájdalmat, azáltal, hogy indulatosabbá válunk, vagy esetleg, hogy éppen emiatt betegedjünk meg. Azt gondolom, hogy fontos tudni, hogy a bezártság alkalmával két dolog történik bennünk. Egyrésztről korlátozva érezzük magunkat a szabadságunkban. Ez már önmagában egy nagyon nehéz dolog, hiszen elveszíteni a jogunkat ahhoz, hogy oda mehessünk, ahova szeretnénk, azt tehessük, amit szeretnénk, hogy olyan döntéseket hozzunk az életünkre vonatkozóan, amit eddig meghozhattunk bármikor, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly belső pszichikai változást eredményez az életünkben. Ha csak arra gondolunk, hogy nem tudunk elmenni futni, vagy kimenni a szabadba egyet sétálni, vagy a gyereket levinni a játszótérre, vagy meglátogatni barátainkat, vagy beülni egy cukrászdába, és egy kicsit kibeszélni magunkat a barátnőinkkel, nem tudjuk a családunkat meglátogatni, akár itt az ünnepek alkalmával, nem tudunk közel kerülni emberekhez, nem tudjuk megölelni őket, ezek mind-mind olyan lelki válságokat, lelki elfolytásokat eredményeznek, amelyek nagyon-nagyon nagy hatással vannak a pszichés folyamatainkra. És azt kell mondanom, hogy valószínűleg az emberek 95%-ában jelentkeznek is majd ezek a változások. És talán ezt mindenki maga látja, és maga tudja őszintén beismerni, hogy mi történik benne, de hogy mivel nem tudunk rá fókuszálni a gondolatainkra az élet, mindennapjaiban mindig pörgünk, és feladatok sokasságával vagyunk ellátva, ezért nem figyelünk a saját gondolatainkra, és amikor ez történik velünk, hogy egy ilyen bezártság időszakban a négy fal közé kerülünk, akkor hirtelen ezekre a gondolatokra hirtelen rá kell fókuszálnunk. És hogyha észrevesztük, hogy mi zajlik bennünk, akkor könnyebben tudunk ezek ellen a folyamatok ellen tenni. Az egyik legfontosabb dolog, hogy ilyen esetekben, amikor korlátoznak minket, vagy korlátozunk mi saját magunkat, akkor elfolytások keletkeznek bennünk. Az elfolytásokat nagyon sok ember azt gondolja, hogy azt jelenti az elfolytás, hogy a haragomat, a dühömet nem adom ki mások felé, de valójában szó sincs erről. Az elfolytás azt jelenti, hogy nem engedek meg magamnak valamilyen örömet, vágyamat, vagy valami olyan célt nem tudok megvalósítani, amit a belső hajtóerőim szeretnének velem kiteljesíteni, de nem tudok magamnak teret engedni. És ez az örömtelenség, a szabadságnak ez a megvonása, meg az elfolytások, ezek már önmagukban is nagyon komoly belső frusztrációt okoznak. Azt kell mondanom, hogyha csak ez lenne, semmi más, ez már önmagában egy betegségnek a melegágyát építi ki. És akkor még itt van egy másik tényező, amiről szintén beszélnünk kell, ami a bezártságban szinte mindannyiunkra vár valamilyen formában, az pedig az, amiről eddig is beszéltem, hogy a gondolataink egy része egyszerűen úgy magával sodor, és annyira nem veszük észre, hogy miközben
nem tudjuk a hétköznapi életünket élni, közben a gondolataink beszűkülnek, beszűkülnek arra a térre, ahol mozogni tudunk, beszűkülnek azokra a gondolatokra, félelmekre, érzésekre, amiket mondjuk a híradóban vagy a tévében látunk, és ezek önmagukban is nagyon komoly bajfókuszú, félelemfókuszú és pánikfókuszú gondolkodásmódot eredményeznek. Tehát ugye egyszerre két dologgal kell megküzdenünk, az elfolytásainkkal és ezekkel a bajfókuszú, félelemfókuszú gondolkodásokkal, ami rengeteg stresszt eredményez, és rengeteg szorongást vált ki az emberekből. Hogyha ezt még fokozzuk azzal a ténnyel, hogy általában többen vannak egy családban, akik bezárva kerülnek ilyenkor, esetleg a gyerekek is otthon vannak, esetleg tanulási nehézségek vannak a gyerekekkel, vagy magatartás zavarok, vagy nem lehet eleget, mert egy panellakásban vannak összezárva, vagy olyan területen, ahol nem lehet eleget mozogni, akkor mindez olyan mértékben fel tud fokozódni, hogy igazából nem is tudja az ember valójában már eldönteni, hogy hol a határ az én saját félelmeim és a másik félelmei, a másik érzései és gondolatai között, és ezért ez egy nagyon feszült idegállapotot eredményezhet, és azt kell mondanom, hogy a legtöbb ember emiatt nem hogy lecsendesedni, vagy megnyugodni nem tud a karantén ideje alatt, hanem sokkal inkább válnak majd az emberek indulatossá és szorongóvá, ezeket az indulatokat és szorongásokat pedig egymáson tölthetik le. Hát, hogy ezek összességében azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ha nem lenne vírusjárvány, mindez, amit én elmondtam, az elfolytások és a félelmek együtt, már könnyen megbetegíthetnek minket. És azt is el kell mondani, hogy sajnos a hosszú távú krónikus betegségek hátterében nagyon sokszor ezek a tényezők, lelki tényezők játszanak legnagyobb szerepet, csak nyilván jóval hosszabb idő alatt felhalmozva. És ez alól a vírusok sem kivételek, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy a vírusos megbetegedés most éppen jelen esetben a koronavírus ne okozon, ne fertőződjünk meg vele, akkor azt gondolom, hogy a fertőtlenítés is mindazok mellett, az egészségügyi tanácsok mellett, amiket hallgatunk, nagyon fontos szerepül jut arra is, hogy megdolgozzuk ezeket a belső elfolytásainkat és szorongásainkat, és tudjunk ezekre valamilyen módon tudjuk ezeket valamilyen módon érzékelni és kezelni, mert különben annyira leköti az energiáinkat, az életenergiáinkat, hogy gyakorlatilag az immunrendszerünket önmagunk gyöngítjük le önmagunknak. És nagy teret adunk mindenféle betegség kialakulásának, köztük éppen lehet, hogy a vírus fertőzésének is. Ezért én azt gondolom, hogy a mentális stabilitás a kulcsa annak, hogy egyrészt az immunrendszerünk rendben és jól tudjon működni, a járvány idején különösen, másrészt pedig, hogy az emberi kapcsolataink is viszonylag stabilan, viszonylag kiegyensúlyozottan és viszonylag vállalhatóan tudjanak tovább működni. Ehhez én azt gondolom, hogy néhány nagyon-nagyon fontos dolgot érdemes megfogadni, megtenni, betartani, és odafigyelni rá, hogy mik ezek a legfontosabb dolgok. Az egyik szerintem az, hogy az emberek bármennyire is félnek esetleg attól, hogy megfertőződnek, mindenképpen fontos, hogy kimenjenek a levegőre, főleg most, hogy a tavasz beindult. Nem kell feltétlenül a nagy tömegek közé menni, vagy olyan helyre, ahol sok ember fordul meg. Sokkal fontosabb lenne az, hogy egyáltalán levegőn legyen, hogy egy kicsit mozogjon, akár futhat egyedül az ember reggel korán, vagy hogyha közelben van valami erdő vagy zöld terület, akkor az abban az erdőben és azon a zöld területen együtt sétáljon és kiránduljon, és ehhez hasonló dolgokat tegyen. Akkor amit még tudok mondani ezzel kapcsolatosan, hogyha van valakinek egy kertje, vagy valahol, ha nem is közvetlen a háza környékén, de akkor valahol egy zöld kerti, vagy egy ilyen kis kerti övezetben, akkor menjen ki és dolgozgasson a kertben, és egy kicsit a napfénnyel töltse fel magát, mert a napfény rengeteg energiát adhat ebben az időszakban. Szerintem ezt egyébként nagyon sokan maguktól is teszik, de nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, vagy nem biztos, hogy mindenki megmeri lépni ezeket
ezeket a lépéseket, attól tartva esetleg, hogy pont majd ez idő alatt fertőződik meg a betegségtől. Ezen kívül, amit én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lehet, hogy egy kicsit mélyedjünk el ebben, hogy mi az, ami nekünk örömet okoz. Gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk, hogy mit tennénk szívesen, és ezt jó ízűen tegyük meg magunknak, vagy adjuk meg magunknak ezeket az örömöket. Mindegy, hogy ez egy filmnézés, vagy egy tejzihabos sütemény megevése, vagy valami pozitív témájú film megnézése. Mindenképpen valami olyan örömforrást keresünk az otthonunkban, ami egy kicsit a szabadabb, a saját szabadságunk élményét adja meg, és azt adja meg, hogy mégiscsak megtehetjük azt, amire szükségünk van, vagy amire vágyunk, még ha az korlátozott keretek között is történik. Mert hogy azt gondolom, hogy nem a fertőtlenítés fog elsősorban megmenteni minket mindettől, ami most történik velünk, hanem alapvetően és elsődlegesen a szabadabb gondolkodás. És azt gondolom, hogy ez a párkapcsolatainkra is nagyon fontos hatással lehet, hogyha mindazt, amit élünk vagy érzünk, azt meg tudjuk egymással osztani, és őszintén teret tudunk adni annak, hogy ezekről beszéljünk. Illetve ha mindezt, amit elmondtam most, azt gondolom, hogy akár egy jó kapcsolatban együtt is meg lehet tenni, a szabadban való mozgástól kezdve a közös örömszerzéseken át, mindazt, amitől egy kicsit az ember újra embernek, szabadnak és függetlennek érezheti magát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekre egyszerűen ennyi a leghatékonyabb tanácsom, hogy együnk minél több vitamin, mozogjunk minél többet, és éljük felszabadultabban az életünket, felszabadultan, amennyire lehet ebben a helyzetben, és keressük meg azokat a szabadságforrásokat, amiket mégiscsak megadhatunk magunknak ezekben a karantén sújtotta és korlátok sújtotta állapotban. Június 7-én újraindul a kisteleki vásár is. A részletekről kérdeztük Domonics Jánost, Kistelek város alpolgármesterét. Kisteleken újra indul a vásár is. Erről pontosan mit tudhatunk, milyen higiéniai előírások lesznek a vásáron való részvétel miatt? Erről kérdezzük Domonics Jánost, Kistelek alpolgármesterét. Először is köszöntöm Önt, mi lesz a vásáron, mit tudhatunk erről? Én is köszöntöm a Kistelek TV nézőit, hallgatóit. A vásárral kapcsolatban ugye mindenki tudja, hogy sajnos áprilisban és májusban nem tudtuk megrendezni a vásárt a vírushelyzet, a járványügyi helyzetre való tekintettel, de ez most már júniusra úgy tűnik az országos könnyítéseknek köszönhetően nálunk is rendeződik, és megrendezésre kerülhet a szokásos havi vásárunk. Természetesen a szokásos és úgymond országos előírásokat, szabályokat azért itt is szeretnénk betartatni. Ezek közül a legfontosabb az egyik az, hogy a vásár teljes területén és a közvetlen környezetében is a maszk viselése kötelező mindenki számára, tehát a zárusoknak és a vásárlóknak egyaránt. És hát ahogy a voltokban is már megszoktuk, az előírt másfél méteres távolság egymástól való betartása, ez is nagyon fontos és kötelező lesz, aki nem egyháztartásban tartozik persze. Szerintem nagyon fontos elmondani még azt, hogy a vásár területén nem lesz életkorhoz kötött megkötés, tehát a 65 év felettiek is nyugodtan jöhetnek a vásárba, ezeknek az előírásoknak a betartásával, nem csak 9 és 12 óra között, hanem akár eladóként, vagy akár vásárlóként is látogathatják a vásárt. Higiéniai kérdésekben egyeztettünk a vásár üzemeltetőjével, szervezőivel, és kimondottan megkértük, hogy a tisztaságra fokozatosan ügyeljenek, ezért a vizes blokkok, WC-k területét folyamatosan takarítják majd. A mosdókban a kézfertőtlenítők mindig fel lesznek töltve, és még ígéretükhöz híven valószínűleg egy hangos bemondón a szabályok betartására folyamatosan figyelmeztetni fogják a vásározókat.
Ezen kívül egyeztettünk még a polgárőrséggel, meg a rendőrséggel is, akik szintén segítségükről biztosították az önkormányzatot és az üzemeltetőt, hogy megerősített létszámmal fognak részt venni a vásárban, és segíteni fogják ezeket a szabályoknak a betartását. Igazából mi arra szeretnénk kérni a vásározókat, mint önkormányzat, és mint a vásárszervezői nevében, hogy a vásárba kilátogatásuk alkalmával tartsák be ezeket a szabályokat. A szegedi tűzoltók teljesítették az Ultra Balatont. Köztük a kisteleki születésű Sejben Tibor is. Erről kérdeztük a Csongrád megyei kaszászorfavédelem szóvivőjét, Molnár Krisztinát. A szegedi tűzoltók teljesítették az Ultra Balatont. Erről kérdezzük a Csongrád megyei katasztrófavédelem szóvivőjét, Molnár Krisztinát. Először is köszöntöm Önt. Miben volt más ez az Ultra Balaton most a tűzoltóknak? Mesélne nekünk erről bővebben? Igen, a kollégáim, a szegedi tűzoltók 14 éve rendezik meg az Ultra Balaton versenyét, és tudni kell, hogy ők a legelső versenyen már ott voltak, és azóta mind a 14 versenyen indultak, és egyébként eredményesen szerepeltek. Idén a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ez a verseny valós körülmények között elinduljon, és elrajtoljanak a versenyzők, viszont a szegedi tűzoltók úgy gondolták, hogy nem hagyják magukat, és nem engedik, hogy kimaradjon az életükből ez az élmény, hiszen ez mindig egy nagy élmény számukra, amikor elindulnak ezen a versenyen, és elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan tudnák mégis teljesíteni ezt a 221 kilométeres távot. Elkezdtek szervezkedni a kollégáim, Budapestről hoztunk kettő komolyabb méretű és teljesítményű futópadot, és ezt a két futópadot a szegedi naposúti tűzoltó laktanya szertárában állították fel a kollégáim, és szombaton reggel 8 órakor a naposúti laktanyából először, első alkalommal elrajtolt az Ultra Balaton. 47 tűzoltó kollégám, ugye két csoportban 47 tűzoltó kollégám váltva teljesítette a távot, a 221 kilométeres távot. Egyébként, hogy kisteleki vonatkozása is legyen a dolognak, Sejben Tibor kollégám, aki, ha jól tudom, onnan származik, ő is a futók között volt már sokat szorra, hiszen ő is rendszeresen sportol. Tehát teljesítették a 221 kilométeres távot, 17 óra 40 perc alatt értek télba, fáradtan, de boldogan. Így zajlott a szegedi laktanyában az idei Ultra Balaton. Egyébként a Csongrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján egy színes kisfilmet mindenki megnézhet az eseményről. Thank you.